Sziasztok! Sziasztok! Ezen a héten új vendég, aki tulajdonképpen nem is vendég, mert hogy nálunk dolgozik az Point kft nél Meretei Balázs, nem is régóta, egy pár hónapja van velünk, ő a műszaki vezetőnk, és elérkezettnek láttuk az időt, hogy bevonjuk a videós tartalmaink készítésébe őt, mert rendkívül kiterjedt, főleg mikrotikkel, de egyébként más hálózati dolgokkal kapcsolatban is ismeretei vannak. Szia Balázs! Üdvözlünk a stúdiónkba! Sziasztok! Ezen a héten a RouterOS 7-ről fogunk beszélni. Szerintem kezdjünk is bele! RouterOS 7. Mióta is várunk rá? Emlékezzünk vissza... Beta? Mióta van beta? Mióta van beta? Mióta van beta? meddig volt beta? Lehet, hogy egy kicsit a történelemkönyvet kéne lapozgatnunk, az mindig egy picit helyre teszi a dolgokat az ember fejében, két éve küzdünk a bétákkal, kapunk ígéreteket, hogy ilyen jó lesz, olyan jó lesz, ilyen feature-ök jönnek, olyan feature de valójában az egész az szerintem igazából egy általános ilyen programozás technikai vagy szoftverfejlesztéssel kapcsolatos alapproblémára vezethető vissza, Még pedig arra, hogy túl sokáig éltettük a RouterOS uh -huh. Előtte az ötös az rövidebb ideig ment? Én úgy gondolom, hogy igen, most megfogtál, mert pont nem néztem utána, de a és 6 9 évet élt 9? 9 évet. Milyen és 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 OS-t ismersz, ami 9 évet ment? Nem is az, hogy OS, mert ugye egyrészt ott is voltak generációk, technológiák, jöttek-mentek újabb architektúrák, jöttek-mentek utasításkészletek. Persze, hát a termékek CPU, azok nagyon sokszor megfordultak ez alatt, igen. az idő alatt. Mindig mondjuk ezt, hogy egy informatikai eszköznek a jogos életkor az három év körülbelül. Aha. Ezt mondjuk hálózatban talán egy picit több, 5 ötig, nem? Elmertünk, hát ha, ha nagyon ötig, jó az az eszköz, akkor nagyon jó az eszköz, nem, ha jól beleválasztottunk. Jó. De az látható, hogy ahhoz képest ennek az OS-nek a üzemideje, vagy nem is tudom, amíg, amíg ez volt a csúcsad, A kilenc év nagyon haszú. sok, és azért is voltam kíváncsi és akartam utána nézni ennek alaposabban, mert... Nem emlékeztem rá, hogy az ilyen régóta velünk van. Uh -huh. Jöttek-mentek hardware ö, megoldások, ugye tulajdonképpen a hatos router os router hátán nevelkedett ki azzal MikroTik, ami ma, és ami szerintem szeretne lenni valójában, uh -huh. hogy szeretne nagyon jó enterprise eszközöket gyártani, viszont ehhez hardware kell, komoly csipek kellenek, tehát ma már nem elég csak fogni egy marha erős CPU-t, megnyávazni, rányomni egy nyákra, és akkor ezt elnevezhetjük routernek, ugye ezt csináltuk tulajdonképpen uh -huh. eddig megjelentek klassz ö, próbálkozások, volt, amik jöttek, voltak olyanok, amik jöttek és eltűntek, voltak architektúrák, amik jöttek és eltűntek. Ezt ez alatt a, a Tillerát esetleg? Pont ezt akartam felem kiemelni, mint, ö, mint igazi jó példát erre, hogy 2018-ban Linus Torval sírta ki a Tiller a Linux történelméből, amikor is a Tillera, Valamilyen furcsa módon egyszer csak vevőre talált, és ez a hirtelen Kaliforniában kibontakozó cég, aki nagyon sok magos CPU-kat és kifejezetten ilyen a datacenter felhasználásra gyártott, egyszer csak gazdát cserélt. Uh -huh. És ezzel a lendülettel, ahogy gazdát cserélt, egy izraeli tulajdonú cég vásárolta meg őket, ha jól emlékszem. Ezzel a lendülettel el is tűntek a piacról, és Linus is azt emelte ki, hogy ő azért nem támogatja tovább a kernel oldalára, mert úgy, úgy, érzi, hogy ez egy halott projekté kezdett válni. Tehát a Mikrotiknek 2018 óta ketyeg ez a, az óra, ugyan hány routerük van most, ami Tiler a épül? Hát ez nem tudom, de 20 plusz. Tehát a CCR széria. A mind CCR-ből mindenféle. Pontosabban a CCR kezdeténél, mint Tillera volt, a elég sok kilenc magos, 16 magos, 32 magos, 72 magos, nekem ezek rémlenek, aztán lehet, hogy voltak közte valamik, valamik még, de talán ezek voltak a fők, és akkor ezekből mindenféle permutáció. Igen. De összesen 20 router biztos, hogy volt tillera a lapokon. Szóval gondoljunk bele egy gyártó szempontjából, milyen ijesztő az, hogy van egy kerneled, ami jelenleg most támogatja ezt a platformot, a platform az új fejlesztési kernelekből kikerül, nem tudsz beragadtál arra a kernel verzióra, ahol éppen tartottál, vagy az utolsóra, ami még támogatta ezt a hardvert. Mert ugyan, ugyanis kénytelen vagy az operációs rendszeredbe támogatni a régi hardveredet, de újakat is kellene kiadni. Ugye nyomás van a felé, hogy, hogy nagyobb teljesítményeket, korszerűbbeket, etc. hozzunk uh -huh. létre. Szóval igen, eljött az idő, és, és nagyon nyomta a mikrotiket szerintem egyrészt ez a fajta nyomás is, hogy 2.6-os RouterOS-ben még, ö, felírtam valahova, de most muszáj megkeressem, úgy emlékszem, hogy talán a 4-es kernelnek az első verziói ö, közül került be valamelyik. A RouterOS router 7-nél? RouterOS 6-ról beszélünk ja, most még mindig. És amikor a hetet et elkezdték fejleszteni, és belevágták a fejszívjüket ebbe, hogy rendben, Megvan az új irány, jár, látjuk most, hogy jellemzően ARM architektúra felé megyünk tovább, tehát meg kell nézni a CCR portfóliót, mind ARM CPU-ra épülnek az utóbbi időben. Öm... Igen, a, a 2004-es, ugye? A 2004-es volt az első, amikor a Tillerával kezdtek szakítani, nekem úgy rémlik. És utána jöttek a 20-16-os, stb. verziók. Utána jöttek, így van, de val valójában ezeken mind ott szerepelt már a, a legelején a version 7 only matrica, ugye akkoriban nem volt még stabil version 7, és ezért kicsit meg voltunk ijedve, hogy mi lesz velünk, mert merre tart tovább a világ. Közben a 6-os azért csak fejleszgették, de tudtunk leadni a hibát, amire azt mondták, hogy bocsi fiúk, ezt már csak a 7-es fogjuk megjavítani, úgyhogy nagyon vártuk ezt a pillanatot, hogy végre végre megjöjjön és stabil legyen a, hetes osunk A stabilitását illetően azért még óvatosságra intenék mindenkit, ugye egy frissen megjelent operációs rendszerről volt szó. Szóval, ha vissza tudnánk emlékezni, emlékezni együtt 2013-ra, amikor a hatos rúterolás stabilá vált, nem hiszem, hogy a 6.0-ból tömegével futtattunk production routereken. Nem emlékszem erre, hogy ISP-k konkrétan nagyon sokáig nem használták élesbe, ugye? Tehát nekem rémlik, hogy, hogy mindenki azt mondta, hogy a hatos nem, az ötös még, még, még biztosabb. Igen. Aztán idővel ez kikopott ez a hozzáállás, de hát a 9 év alatt ki is tudott. Viszont a 9 év rengeteg ügyes dolgot hozott nekünk, mind platform, mind szolgáltatás, vagy mind akár olyan alaphálózati funkcionális terén. Gondoljunk bele, hogy a hatos router OS élettartama alatt reszelték tökéletesen az MV2-t. Uh -huh. Emlékszem, hogy a 6.14-es verzió volt egy ilyen nagy áttörés, volt szerencsém akkor az egyik nagy ö, itthoni szolgáltatóhálózatán dolgozni, és azt tapasztaltuk, hogy ö, valahogy helyre a rádiós protokollban a, a korábbi problémák, vagy azok, azok a furcsaságok, amiket tapasztaltunk. Vagy például a hatos router os jelent meg a Fast Pass, a Fast Track, amik nagyon hasznos szolgáltatások, a Fast Forward például, az LTE termékek. Uh -huh, Visszagondoltak. Akkor indították el ezt az egész. Az IP-szek, mint ö, hálózatbiztonsági és tanálezési megoldás, az gyakorlatilag a hatosú hatos súterú derekán lett ö, finomítva, tökéletesítve és ezzel kapcsolatosan a modern kriptó is itt kezdett megjelenni a router Ha hát csak hát. arra gondolunk, hogy nemrég csatlakoztak hozzánk az elliptic algoritmusok például, amik korszerűnek mondhatók, és más gyártó berendezéseivel sokkal kényelmesebben tudunk már végre ö, ilyen kapcsolatokat felépíteni. Az OpenVPN. Igaz, hogy az ötös vége felé is már, már ereszgette a szárnyait, de igazából az OpenVPN szerver és kliensszolgáltatás a hatos úteros bejött el. Szóval... Soha sokat adott neki. Sokat hozott nekünk a hatos routeros viszon. Mit adott, mit adtak nekünk a rómaiak? <laughs> De mit adtak nekünk a rómaiak? <laughs> És most kicsit úgy érezzük, hogy a hetes routeros megjelenésével elorientáltamadtunk, hogy belekényelmesedtünk, jöttek sorban a szolgáltatások, mégis csak ezt fejleszteni, mégiscsak egyre jobb lett. Sőt ugye a hatos történt az az áttörés, hogy végre a verziókezelésünk is racionalizálódott. Tehát nem, nem az történik, hogy kiadtak egy verziót, aztán vagy tetszik, vagy nem, vagy működik, vagy nem, majd legfeljebb downgrade az, hanem van három karban tartott csatornánk. Mm. Van egy long termünk, van egy stableünk és van egy development oldalunk, ahol kaphatjuk a frissebb dolgokat, és az a provisioning rendszerünkkel hozzá egy szoftverünket tudunk menni a, a mm. után. Kicsit, kicsit olyan, mint hogyha a mikroti kezdene felnőni. Tehát főleg, hogyha itt az utóbbi, amióta én ebben az egészben benne vagyok, tehát tizen pár éve, Uh, egyrészt ugye a másik oldalról azt lehetett látni, hogy például a nagyon a nagyobb telkókhoz is bemászott a, az ablakon. Egyébként ez ilyen tipikus. <laughs> Tehát, hogy nem az volt, hogy a, <laughs> Tudod, hogy a beszerzési osztály kitalálta, hogy itt most mikrotikkel vagy nem tudom mi, hanem a mérnökök azok elkezdtek használni otthon mikrotiket, mert megszerették, megtanulták stb. És utána szépen lassan elkezdték ezeket a kérdéseket feltenni a nagy meetingeken, hogy miért nem használunk mikrotiket sokkal olcsóbb, sokkal egyszerűbb, bla, bla, bla És ami régen elképzelhetetlen volt, amikor én belekerültem ebbe a szakmába, az, hogy ami, az, ami, most van, az elképzelhetetlen volt. Tehát, hogy nagyobb cégeknél ott legyen ez a dolog, hogy ne legyenek olyan, most már datacenterben ott van mindig valahol egy-egy mikrotik. Valamilyen céllal legalább, először csak ilyen kis tesztelési céllal, ilyen elérhetőség, meg egyéb tesztekre használták őket, de ma már egyértelműen vannak. No, mindegy, kis kitekintést. Tehát a hat alatt elég sokat, a márka is fejlődött, és akkor amit elmondtam, ez is arra utal, hogy most már sokkal, hogy is mondjam, sokkal ö, komolyabb a gyártó, Élete, mert nagyon Többen a felnőtt, ebben viselkedünk. Így van. És a hatos RouterOS hátán megjöttek azok a szolgáltatások, ott tökéletesedtek ki, és ott kezdtünk el végre úgy viselkedni, mint egy komoly megbízható gyártó. Uh -huh. Ugye megjöttek olyan szolgáltatások és olyan lehetőségek, mint az MPLS például. Aha. Biztos vagyok benne, hogy a nagyokhoz, ez volt az első kis kalapácsomra betörték az ablakot, hogy srácok, lehet olyan PCR -E -E útért kapni, ami amiért nem kell az egyik vesénket eladományozni a szervkereskedelmi piacon. Ö, biztos vagyok benne, hogy ez a rugalmasság, a gyors konfigurálhatóság, a viszonylagos ö, egységessége, tehát korábban beszéltetek már itt csatornákon, a korábbi videókban arról, hogy ezért szeretjük a mikrotiket, mert a 3000 forintos egyportos rúteren is pontosan ugyanúgy működik, mint uhum. a 72 magos dinnyén. Így van, pontosan. De egy dolgot felejtettünk még el, nem csak az LTE jött nekünk a RouterOS hatalat. Hanem a? Hanem az IoT. Az IoT, így van. Bizony. Tehát az IoT az egy, és most már láthatóan egyre több a termék. Tehát az első próbálkozás az a LoRa volt, de most már jobban látszik, hogy itt a mobil broadband irányába is IoT vonalon mozgunk, ez a broadband termékek kapcsán, de most már jönnek a bélyelétegek, kültérre, beltérre, tehát látható, hogy az IoT irányba is erősen el fog menni a mikrotik. Szerintem a következő nagy dobás az valószínűleg ez lesz. Legalább akkora, mint, a, mint az LTS megoldások, 3 g Támadhat hiányérzetünk azért bőven. Ugye sok olyan megoldás volt, amit ígérgettek. Sok olyan megoldás volt, amit kifejezetten, vagy van még mindig, amit kifejezetten hiányoltunk, hiányolunk. Ugye a modern wireless technológiák. Joggal tehetnénk fel a kérdést, hogy miért nincs a 3 miért nincs AX, ja, miért nincs AX az egyáltalán. <coughs> Sőt, a... rengeteg olyan 802.11 valamilyen betű hiányzik, ami a nagy Wi-Fi gyártóknál, igen. akár már a Ubiquiti-nél is, de pláne a Cambiumnál, pláne még nagyobb Aruba és egyéb gyártóknál alapvetően ott van. De ezt igen beszéltük valamelyik korábbi adásban is, hogy eleve maga a Wi-Fi Access Point portfóliójuk, ez a klasszikus álmenyezetre helyezhető, Multi AP rendszer, ez nekik, mintha nem lenne annyira irány. Tehát, hogy nagyon erősen beletenni a Ubiquit, és akkor ők úgy vannak vele, hogy jó, hát itt lerakunk egy kapácét, meg most egy kapácé X-et az asztalra, meg van persze még a kaplájtunk is, de de nincs olyan, olyan fókusz rajta. És hát igen, ez, ez, ez mind arra vezethető vissza. Úgy érzem, hogy ennek az oka a szoftver. Ha a saját megérzéseimre hallgatok, még pedig azért ne gondoljunk bele, hogy nagyon régi kernel-el üzemelünk. És ezek a uh -huh. korszerű megoldások új rendszer magot, friss drivereket, másfajta apikat, interfészeket feltételeznek a háttérben. És ezt egy régi, régi kernelbe öszölni az hatalmas feladat. És szerintem uh -huh. nincs ma olyan ö, fejlesztő, aki ezt a feladatot szívesen vállalja. Biztos vagyok benne, hogy a, ezeket a fejlett hálózati képességeket is, mint a Fastpass vagy a Fast track, nehéz volt belegyömöszölni abba a rendszer magba, ami most nekik rendelkezésükre áll. És ugye megvan a veszélye, hogy ha te egyszerűen idézőjelbe csak úgy kicserélsz egy rendszermagot a már működő hálózati operációs rendszer al alatt, akkor mi fog történni? Vajon a ráépülő szolgáltatások, az apik, egy kicsit utána mindenbe újra bele kell nyúlni. És pont ez történik szerintem most a hetes es Erre kellett az a két év, hogy kirántottuk a lábát, betettünk helyette egy másikat, és megnézzük, hogy hogy, hogy, hogy csámpázik haza szerencsétlen. <laughs> Jó. Szerintem így zárjuk le, és kezdjünk bele a Router OS 7-be, mert ez igazándiból kicsit ilyen Router OS 6 felvezető volt, ami a Router hát inkább ilyen kis történelmi összefoglaló a Router OS 7 előtti időkből. Értenünk kell, hogy mi történt vele. Igen, mindenképpen, mert arra épül erősen a Router OS 7. Ne felejtjetek el feliratkozni, kommenteljetek, lájkoljatok, like ha tetszett Balázs, <gül> <gül> és kövessetek minket Instagram csatornánkon is. Sziasztok!